A MAFC elleni harmadik mérkőzésen megsérült Busch Iván és Szobi Dániel nélkül lépett pályára Nyíregyháza a Cegléddel szemben két meccsen alulmaradó Vasas Akadémia ellen. Az első negyedet 16 ponttal nyerte a házigazda, a második 10 perc pedig 2 ponttal a vendégeké lett. Fordulás után is maradt a két csapat között a 15 pont körüli különbség, a kékcápáknak minden vasas kosára volt válaszuk. A mérkőzés hajrájában aztán sorra hullottak be a nyíregyházi dobások, így a végére alakult ki a legnagyobb különbség, a kuparendszerű párharc első felvonását 28 ponttal nyerte Merin Mehmedovics együttese. Nem volt sok idő, ha felkészülünk erre a meccsre, de az, amit készültünk régi Vasas meccsre, jó jött, mert a Vasas nem változott semmi taktikailag, fiatal csapat, agresszív csapat. Mi ezt a agresszivitást kihasználtunk magunkról, és végül is ők elfáradt a saját taktika alapján. Kaptam az, amit vártam, mert Mauc meccs után megbeszéltünk, profik vagyunk, van még feladatunk, amit csinálni kell, sokkal jobb ötödik lenni, mint nyolcadik, vagy hatodik, és még az a játékosok, akik kevesebb játszottak, és most róluk is kell gondolkodni, hogy kapja a lehetőség, és szépen befejezünk ezt a második rész, ahol nagyon jó játszottunk. Mindenki adta minden, amit tud, én remélem, hogy a sérült játékosok vissza fogják jönni. Következő vasárnap megoldani kell ez a előnybe Vasas, és akkor utána ki lesz a következő, nem tudom még. A mezőny legeredményesebb játékosa Bonifert Bendegúz volt, aki 24 ponttal és 10 lepattanóval járult hozzá a nyíregyházi csapat győzelméhez. Nyilván mindig győzni akarunk, de nem könnyű így felkészülni, hogyha két irányítót hiányzik a keretből, illetve a csapatkapitányod. Nyilván regeneráción volt főleg a hangsúly, szerdán játszottunk, már vasárnap megint, úgyhogy próbáltunk magunkra fókuszálni, igazából nem is annyira törődtünk úgymond a Vasassal, hogy nem azt néztük, hogy ők mit csinálnak, hanem magunkkal foglalkoztunk, hogy mi, akik maradtunk, rendben legyünk fizikailag, és össze tudjuk kapni magunkat, és komolyan venni ezt az 5-8. Helyig, mert nyilván sportemberek vagyunk, és nem adunk fel semmit. Büszke is voltam a fiúkra, hogy nem az volt, hogy jó, most már csak 5-8 játszunk, aztán nekik esünk, és lesz, ami lesz, hanem tényleg mindenki, aki pályára lépett, nagyon ment, harcolt, küzdött, mint védekezésben, mint támadásba, és ki is jött a jó eredmény. A visszavágót vasárnap rendezik Budapesten. Nyíregyházi győzelem, vagy 28 pontnál kisebb vereség esetén a kékcápák jutnak tovább. A másik ág első mérkőzésén a BKG Prima Akadémia idegenben 109-74-re verte a TF Budapestet.